közben az útunk a Tamásjáron emlékházhoz hozott el. Már nektek is megmutatom. Itt született Tamásjáron ebben a házban. Srácok, csűr is mennyire szép gyönyörű épület. Van egy picit részletesebb videó is egyébként, ha megkeresitek a videók között az erdélyi körútunk, ami 2021-ben volt, akkor azon abban a videós sorozatban voltunk meg itt utoljára, és egy picit részletesebben is megmutattam akkor abban a filmben. Ez volt az eredeti itteni gimesi ház. Ez az egyes szám. Ez itt lakott. Ez a mihog. Ez itt lakott. És az összes többi, azok már múzeumok, tehát azok már idehozott, megmentett házak. Nem tudom, hogyha nyitva van. Ezek is mind nagyon-nagyon szép házak. Ezek mind különböző időkből vannak. És a stílusukat is lehet látni, hogy valamelyik már cserepes, valamelyik fa cserepes. Nem tudom, lehet, hogy van szalmatetős is, és van egy régi malom is. És ezt a malmot én ezelőtt 2 évvel elindítottam, és meg is állítottam. Engedték, hogy én izítsam be. Úgyhogy idehozott az útunk Kimes panzióhoz, Kimes völgyébe. Mit szólsz? Kicsik a házak. Igen, szerintem ilyen kicsik az ágyok is. Van itt egy ágy? Igen. Szerintem ez egy ágy. Mert szemléltem, hogy aludtak akkor ilyen kicsi ágyakba, de biztos, hogy itt meg tudnák mondani az emberek. Hát ez ilyen kicsi. És este itt nagyon hangulatos, hogy ezek itt világítanak. Nagyon szép. Jöhet ide az ember 100-szor, akkor is nagyon szép. És ott van a múzeum, hát ha meg tudjuk látogatni. Aha. Ott. És itt be lehet kukkintani, nézzek milyen hangulatos. Jaj, de szép. Itt van a malom. Ezt bentről, hogyha bent vagy, akkor azt a láncot meg kell annyira húzni, nagyon erősen, hogy ezt a cuccot felemeli, ezt, és akkor a víz oda folyik arra, és ott elkezdi meghajtani ezt a malomkereket. Bent rendesen van téve cukorica, és lehet látni, hogy így őrli. Igen? És úgy őrli, hogy olyan régi, van 2 nagy kő, és akkor a követ elkezdi ezt forgatni, és akkor az morzsolja. Nagyon vagány. Egyszerűen gyönyörű itt a skanzennél a Gimesbe. Hányszor ide jövök, mindig elhatározom, hogy gyorsan jövök még egy néhány napot. Nézzétek meg, de gyönyörű. Itt történik meg az öblítés. Óriási bele van téve a zuhanyzó, fejet fertőtött vízzel, és akkor... Óriási. Itt van egy dézsa. Ó, meg a tüzé is van. Persze, innen kiszállsz a szaunából, és fejedbe egy vedel hideg víz. Érezzed a törődést. Na tessék, nézzetek régi cuccokat.
Nézd, egy orvosi táska. És itt, itt vannak a csizmák. Régi zongora és régi iskolapad. Szerintem én még a nagyon-nagyon ilyen első osztályos korom azt hiszem, hogy ilyenekbe ültem. Igen? Szerintem igen. Az milyen? És volt pattásod. Valaki, aki volt a kolléga. Biztos 1000 éves ez a zongora. De milyen jó ez. Jó, és itt van egy ilyen kis műhely. Igen. Hát ez nagyon szép hely. A hangulatos este is, meg ősszel is. Igen. Hát minden esetre, srácok, a déli vlog folytatásában itt most Ferivel megint egy ilyen jó kis fiús napot tartunk. És rémült arca, nézzük azt, hogy a p***ába kerül ide egy ilyen SL Merci, hogy ilyen állapotba itt álljon, körbenőtt az összes. Hol? Na, szerencsére nem. Ja, ott van. Ilyen kapoz. Ja, tényleg. Azt. 200 kompresszor. Szegény. Cabrio CLK, figyeld meg, hogy áll itt van. Hát ez évek óta itt állhat. Csizé. Ja, menjünk is. Izé, rendes rendszámon rajta te. Mondjuk ez egy CLK, akkor nem éppen olyan régi, de... 90-es évek. Hát pápa szemben. Igen. Attól még vagány autó. Hamarosan ez is retro. Igen. És oda le van dolva, bazeg. De ilyen állapotban... Azért megijedtük, hogy egy esek. Esel Merci mi. Csú, azért, na. Sem volt rossz. Úgy célják. Elmentünk egy helyes, úgyis volt egy valami autó, ami érdekes. Megérettek. Jaja. De mondjuk egy T1-et mondtál, de jól van. Igen. Azt mondtam, hogy ott lesz a sarkon túl egy T1 biztos. Most egy ilyen antikvárium. Nem is antikvárium, hanem egy ilyen... Igen. Fedett borgatiak. Évek telefonjai, amikor meglátod eszedbe jött az egész gyerekkorod. Édes Istenem, mennyire örültünk egy ilyen telefonnak annak idején. Buta. Eszedbe jutnak a 90-es évek, mikor ilyen esetleg? Ja, menő volt. Kamerás mobil. Oldani úgy, ja, emlékszem erre is. Hú, milyen egyszerű, amikor jár, nem? Igen. Egyszer vissza fog ide térni amúgy. Amit még finoman megjegyeznék. 1980 és 81-es Playboyok. Visszük. Tegyük bele a jó kis ladába, nem? Ez az imasz tart. Figyeld meg, milyen profi. Az jó. Köszönjük. Csak Playboyokat vettünk. Itt van egy 1985-ös Vráncsai konyak. Igen, ez is k***a jó amúgy. Akkora feeling. Te, ezt bevágjuk, utána megnyitjuk a Playboyokat. Ezt a zugba, érted? Megiszem a zugba, kész bejött az élet. Itt vannak, hogy kíváncsiak, meg kibontjuk. Minden esetre ezek kikerülnek a régi autóknak a Stahler Ilona hátul a kalaptartóira. És azt az íróasztalt, ami volt a filmezésben, szerintem az irodámban instant get. Azt hazavisszük. Nem hihessék.
Az biztos. Hát ne arra úgy, de én egy milliószor jobban szeretnék egy ilyen antik íróasztalt, ami tényleg rendes fából van. És hol kapsz ilyesmit máshol? Sehol. Konkrétan ritka darab. Igen. Még ugye nem is 100 éves, lehet csak egy utánzat, vagy bármi, de masszív fából van, meg nagyon szépen van kidolgozva. És kurva jó az ára. És pont megvan az, az a patina is rajta. Igen, már. Pont ami kell. Épp azt néztem. Na jó, menjünk akkor további. Folytassuk a napot. Most elmenjünk egy másik ilyen helyre, nem ma jól értettem régenben. Igen, de előtte valószínűleg igen. Megállunk egy ócskavas telepen. Ja, igen. Ja, igaz. Igaz. Valami. Megállunk egy ócskavas telepen, megnézzük milyen autók vannak bent. És aztán megyünk egy másik ilyen antikváriumba, és ez egy ilyen jó kis nap lesz. Szoktunk ilyeneket, és nektek is nagyon tudjuk ajánlani. Kedves srácok, eljöttünk a Vasashoz, de természetesen pont ma zárva van. Sajnos. Pedig az ilyen helyeken nagyon szerettünk mászkálni. És itt egy LT. Amit biztos, hogy akarunk majd nézni. Hátul látok legalább 3 darab 3-as golfot. Amit nagyon meg akarunk nézni. Utoljára egyszer olyan cuccokat kaptam egy ilyen helyen a 3-as golfról, hogy egy ilyen, szerintem ilyen full felszerelt 3-as golfot. Igen. Eredeti blob hangszórók meg, brutál jó cuccok. Úgyhogy érdemes azokat mind megnézni. Mondjuk ezen az LT-n nem sok minden van, bakker. A másik felé van egy tükör. Hát akkor irány az antikvárium. Minden ide vissza kell jöjjünk. Igen. Minden. De az is lehet, hogy valahol... A bal oldali ablak benne van, mintha a háromszög vagy, akkor valami pillanat, vagy nem. Hát ez jó kérdés. De az is egy olyan fáza, hogy... T3-ason ritka, az LT meg fehér hol. Ja. Meg kell nézzük. Mi van? Szép dolgok ezek. Mai nap legnagyobb vétele még mindig a Playboy magazinok. Egyelőre igen. Meg is érkeztünk Szászrégenbe egy olyan helyre, hogy ez valami brutál, mi van itt. Köszönjük, Attila. Amúgy tudja, hogy ki az. Igen. Itt aztán van, bazd meg, minden, amit akarsz. Oda is be lehet menni, né? Régi biciklik, székek, tévék. Aha. Elmondom, a legdurább az, hogy ez a én itt valamikor 2001-ben, 2002-ben koncerteztem. Ez egy létező klub volt. Aha. No, hát most, amikor megláttam, hogy megérkeztünk ide, aztán beszarok. És ennek úgy mondják szép magyarosan, hogy konszignáció. Elmondom neked, hogy szerintem azt hiszem itt volt a színpad. Fix, mert emlékszem erre az oszlopra. És itt kellett bejönni. Meghalomni. Tudod, hány éve volt az? Hányban? 2001? 2001. 23 éve. Azt a kurva. No, nekem, hogy ez mi ez? Bobby Ewing-nak az aktatáskája. Orosz. Orosz. 92-es. Ennél jó pál a Mercid. Lesz. Nem? Menni a cucc minden esetre. Nagyon adja a 90-es éveket. Jó. Az a két csat már nagyon. Valami jó, még itt van. Na, hello srácok, közben beültünk itt a összes fiú, és most jön a lány is. És elindulunk Budapest felé, kicsi 500-as fiáktal. Tegyünk pár dolgot elintézni, és pihengetni. Itt van anyuci is, megérkezett.
3-4-50, jó kis nagyjából 6 órás út vár ránk. És látszok, már nagyon izgatottak voltak, hogy induljanak. Beültek ügyesen, most nem dobozba jönnek, mert totoka a dobozba rosszul szokott lenni, és azt vettük észre, hogy nincs dobozba, akkor tök jó van. Úgyhogy most lássuk. Jó utat, drágám! Köszönöm! Oda átadtam. Hátra az ülés mögé? Igen. Mi mutatod? Jaj, de édes, hogy filmeztél? Igen. Az egy jó utacskacok! Nagyon jó kis hétvégére készülünk Imokával és a srácokkal. Egy csomó tervünk van, amit most megbeszéltünk. Mostanában elég keveset voltunk a budapesti házunknál, de nagyon remélem, hogy a nyár és az év következő időszakában már azért egyre többet fogunk jönni megint, mert most azért nagyon-nagyon más elfoglaltságok voltak. De ahogy így mondjuk előre látjuk így novemberig a szituációt, ugye azért azt hiszem elég sok alkalommal fog még jönni. Most is lesz jó kis romantikus séta, meg nagyon klassz kis dolgok. El fogok menni a kedvenc helyeinkre. Picit rendbe tesszük a házat, a falat, meg mindenféle klassz dologra készülünk. Vagyunk a határnál, még 2 óra is valamennyi, és végre otthon vagyunk. Otthonról hazamegyünk. Majdok nagyon jól utaznak. Nézzétek meg, remélem nem lesz gond a határnál, hogy nincsenek dobozba. De így most a kis Toto nem volt egyáltalán rosszul, úgyhogy bevált a szitu. Jó reggelt! Végre megérkeztünk, és tegnap pont úton ért a hír, hogy már 8000-en lettünk a YouTube csatornán, úgyhogy nagyon közeledünk a 10000-hez, és ez azért nagyon jó érzés, mert gyakorlatilag valamikor év végére tűztük ki azt, hogy milyen jó lenne elérni. Most július van, és hát ha ebben a hónapban elérjük a 10000-et, aminek nagyon-nagyon örülnék. Úgyhogy nagyon jó érzés megint itt lenni. Én ma is a kiskutyák már lent vannak, úgyhogy lemegyek én is. Egyébként nagyon-nagyon klassz volt a tegnapi utazás. Imádjuk egyébként ezt a ide fele utat. És nagyon szeretjük itt a háznál is. Milyen idő van itt? Milyen idő van itt? Jó, sziasztok majd! Saját általunk kitalált grafikával és szöveggel, amit anyum készített nekünk. Reméljük, hogy most már hamarosan felkerül a falra. Úgyhogy ha még egy ilyet láttuk a világon bárhol, akkor az koppintás. Ezt mi találtuk ki, és anyunk készítette. Na, kipihentük magunkat, és valójában most ez a pár nap alatt egy nagyon különleges epizódhoz is fogom felvenni nektek részeket, ami a Viszlát Imó című epizódhoz lesz bevágva, és valószínűleg ezt most elmondhatom már, mert mire ez az epizód bemegy, addig a másik már kint lesz, úgyhogy most már fogjátok érteni, hogy miről van szó. És ezekhez nagyon klassz helyszíneket néztünk ki, nagyon jó sztorikat fogunk felvenni. Az imóm nagyon gyönyörű, most is.
De most elmegyünk egy kedvenc helyünkre Gödöllőn enni. Finom gyümölcslevest, amit nagyon imádunk. Várod? Nagyon. És mi mit leszel? Bevásárolunk, hogy legyen reggelinek valónk is. És fagyizunk. Meg akarjuk kóstolni, vagy kóstolni, meg akarjuk konkrétan hamizni a kedvenc fagyinkat, ami több évben is a Magyarország legjobb fagyja volt. De tényleg el kéne menjünk oda, amit én mondtam. Ez Pesten van. Igen. De elmenjünk a hétvégén. Az a idéni Magyarország legjobb fagyja. A világ. A világ? A világ, nem Magyarország. Világ. Úristen, a világ legjobb fagyját meg fogjuk kóstolni? Az komoly. Jó, a hétvégén akkor azt is megmutatjuk nektek. Ide, ha lehet, nem utasszál be. Jó. És valószínűleg be fog menni a Gödöllői kastélyba is, ha már ott vagyunk, és valami ilyesmi. Ilyesmi lesz a mai napunk. Úgyhogy szerencsére nincs ez a nagyon-nagyon-nagyon tudtán nagy kánikula ma, úgyhogy alig várom, hogy induljunk. Megérkeztünk Gödöllőn a sörkertbe, ahol el fogjuk fogyasztani a kedvenc gyümölcslevesünket. És még meglátjuk, hogy mit, aztán innen lemegyünk fagyizni a Sziszi fagyizóba. De a helyzet az, hogy egy picit mélyebben belegondolva rájöttünk, hogy le kell zárjuk ezt az epizódot most. Ezért még megmutatom, itt vagyunk a sörkert étterem pizzériában, egy pizzák is nagyon-nagyon brutál jó. Úgyhogy ezt az epizódot most lezárom, de ha folytatást meg szeretnétek nézni, akkor mindenképpen figyeljétek, és a következő epizódban majd találkozunk. Köszi a figyelmet, ne felejtjétek el, dobjátok egy lájkot, és azt már most elmondom az epizód végén is, hogy az elmúlt napokban már nagyon-nagyon sokat motoszkált a fejünkbe egy olyan cucc, hogy így, hogy nagyon közeledik a 10 000 feliratkozó szám, hogy valami meglepetést szerezzünk nektek, és ki is találtuk, hogy mi az, úgyhogy iratkozzatok fel, minél többen minél hamarabb érjük el, és hát tudjuk majd elmondani nektek a nagy hírt. Úgyhogy sziasztok! Ősz vagy tél.